Szevasztok, akkor folytassuk. Hát elég kutyán állunk, azt kell mondjam. És az ijesztő a történetben az, hogy Japán nagyon közel van a vallási győzelemhez. Itt is van, hát megette az arabokat is. Őket még nem ette meg egyedül, mindenki más meghódított a vallásával. Úgyhogy be kell verni, mese nincs. Ki kell írtani a japcsikat. Pontszában középmezőnyben vagyunk nagyjából. Elfoglaltunk egy fővárost, és hát itt kéne gondolkodni, hogy mit csináljunk most a japcsikkal, mert ezek elég erős városok, ám 46 védelmi érték, az sok. Az én egységemnek ilyen 36 körül van most. Legalábbis csak a könnyű lovasságnak. Hát meg az ostromgépnek is. De ezek az elavult szekerek itt vannak. Nagyon gyengék már, és az íjászok is. Hát azokból tudnék nyílpuskást csinálni, akkor az is följön a 36-ra. De ami a fő erősségünk, itt írja, hogy a szárazföldi gyalogos egységeink plusz 4 harcértéket kapnak. És mik ezek? Nézzük meg. A Berserker, ugye ez a norvég különleges egység, és a kardforgató. Tehát, ha ilyet hozok, akkor 36 meg 4 az 40-es harcérték. Az már elég jó lenne. Csak kéne gyártani egy párat belőlük. Addig húzom itt az időt. Igazából össze kéne hozni egy ilyen. Ki kéne kutatni valamelyiket, és akkor tudnék lapot cserélni. Egyelőre ebbe belenyom a pontokat, szerintem. És azt a lapot kéne berakni, hogy olcsóbban fejlesztem a katonai egységeket. Aztán van is ilyen lapom már. Nem, még nincs meg ez a lap. Akkor hol jön az a lap? Lehet, hogy megvan, csak elkerült a figyelmemet. Nézd meg a sárgáknál. Nem, itt nincs. Jó, mindegy. Nincs meg az alap, ez a lényeg. Ez röhely. És pont erről beszéltem. Jönni fog a hajó, és el fogja vinni. Komolyan mondom, minden ellenem munkálkodik. Minden. Ami megtörténhet, az meg is történik. Hát ez őrület. Komolyan mondom. És a vicc, hogy nem is tudok ide hajót csinálni ebbe a tóba. Úgyhogy sose fogom viszont látni azokat a dolgozókat, szerintem. Hát itt valaki itt van. Nézzük meg, ki ez. Igen, valószínűleg a görög lesz.
Meg még a végén vissza tudom szerezni, ha már ilyen ostobban. Kevés. Érdekes, előbb még plusz 4 kaját írt, most már plusz 4 vallási pontot. Tehát ki érti ezt? Nem, az a másik város volt szerintem. Ez meg jön ide, kereskedünk, néz ki, jöjjön csak. Most találj ki, akkor mit is akarunk csinálni. Igazából mindent kéne egyszerre. Hajós lapon van benne, használjuk. Fejlesztjük fel, mert meg lesz az euréka. Nem? Nem sikerült átverni a rendszert. Se baj. Az még középkori, ez jöhet. De lassan épülnek itt a dolgok. Akkor mégis milyen vízi nyersanyagra építkezzek? Hát telket kéne hozzávenni, pénz meg nincs. Petrát megépítette valaki. Görög reneszánsz korszakból lépett. Kész az első hajó. Csináljunk egy ilyet, ilyen lövős hajót. Picit még nyomni kéne az eurékákat, hogy olyan technológiázusak, amivel sikeres lesz az ostrom. Ez még őskori falak voltak még ott. Már középkori falak. Hát igen, ezt is gatyába kéne rázni.
Hát itt nem nagyon tudok sok helyről gazdálkodni. Hát ezt a két telket megveszem, hogy érjen valamit az a város. És akkor el is ment a pénzem. Nem kell telek. Mi kell ide? Kinek haja? Jó, hát ide próbálok törekedjünk akkor majd három falra. Majd elfoglaljuk, akkor kicsit változni fog a helyzet. Ezt kínomba csinálnom kell valamit. És neki kéne állni itt is a falnak. Nem sokára háború lesz itt. És a sekély vízben nagyon veszélyesek a japcsik. Kezdeti korokban, hogy oj, ott is van. És erősebb a hajója, mint a miénk. Annyira erős. Szurkoljunk a Sintónak. Igen, ez a távolharcia, jó? A jó öreg kartforgató. Lehet meg kéne várni azokat az őrjöngő harcosokat. Az nagyot ütne. És milyen messze van. Elég messze. Jó, hát még mindig zárkozzunk fel. Én azt mondom. Ezt ki kéne vágni, ezt az őserdőt, akkor az adni egy lakost. Meg elvenni egy töltetet is. Nehéz döntéseket kéne hozni. És ez pedig lassabb hajó. Mint a viking hajó. És már kevés is a ház. Hát igen, ez nem volt vízpart mellett. Nem baj, csináljuk azt a falat, kelleni fog. Ezt kirakom hármasra. Elveszik a görögöktől, ez most senkié. Viszont gyorsabban tudok egységeket készíteni, katonai egységeket. Na lássuk!
Várom. Ez hármat mozog. Egy, kettő, három. És akkor ugye elvileg nem tud megtámadni. Ja, és még nem tudok farmot a dombra, úgyhogy megy a bány. És mégis hogy vagyok plusz egy kajába? Ki érti ezt? Hát lehet, hogy van ott valami épület. Nincs. Nem baj. Tutto esti tu meis donus caluhe. Ez egy hat üzenetnek tűnik. Matesei. Igen, meglepetésszerű támadás. Jó, lesz akció. Akkor azért gyűltek itt az ostromgépek. Ó, itt is van. A fővárosnál ráadásul. The more science intervenes in warfare. Ahol nincsen fal. Védekezzünk. Elég sok dolgozót csináltam, most lehet, hogy az most nem fog kelleni. A termelés az igen. Most nem tudom, hogy ez lehet, hogy ki tud támadni a palta, nem? Nem csak fosztogatni tudott. De ha bejövök vele a városba, akkor lehet, hogy tud védekezni. És az ahogy az innen is tudna lőni. De vele ide jövök. Egyelőre.
És ez most elég veszélyes telepen van, mert hadat üzent nekem. Nem lenne jó, ha észrevenne a görög. Húha, barbárok, az se sokkal jobb. Kabula harcogatnak. Dobjunk ide is egy követet. És itt pedig nem dolgozót kéne csinálni. Nem gyorsan egy falat rántunk. Azt nézem, hogy ennyibe kerül a pénzből veszem a falat. De nem tudom, úgyhogy legyen a fal. Ezzel idebe. És már az arab is azért itt van. Nem tudom, mi a terve, remélem nem akar megtámadni. Na de lőjük őket most már. Set your course by the stars. Hét kör múlva meg lesz ez az evréka. Ez. Ó, és kijött a vízre. Ekkor egy balfék. Na, meglepi nyílpuskából.
Ezt jól elveszti ezt az egységet. Egy butaságot csinált. Innen támadok kira. És azt írja, hogy nem sérülök, mivel a katona negyedből támadok. De érdekes. De sérülök. Jó. Van egy híd, azon kéne átkelni. Mondjuk ő is át tudna kelni rajta, csak hát itt vagyok, hogy ne akadályozzam benne. És most nem tudok kereskedni a fővárossal. Akkor kereskedek másik várossal. Pedig volt egy küldetésem, hogy menjek ide kereskedni. Tehát itt vannak a görögök. És ebbe is sikerült belerondítaniuk. Akarva, akaratlanul. Csak úgy árad rám a bal szerencse. Hú, azt kéne beépíteni. Csak eltűnt az egység, jajjaj. Jó, hogy nem támadtam meg a japcsikat. Hát fotóval jönnek. Csak árazzon a stormgép is közel él. Jó, hát akkor jöjjön. Visszavesz az arcába. Mert neki a vízvezetéket lerombolnál most. Kabul környékén megpróbál meghúzni magam hátra, ott nem tudnak megtávolni a barbárok. Na, mennek is vissza, ennyi volt, srácok. Ne hülyeskedjetek. Hm.
Csak most kezdett érdekes lenne a buli. Ó. Inspiráció, fasza. Hát te már nem fogsz innen elmenekülni, van egy olyan érzésem. Kész a fal. Hozzuk csak azokat az ostromgépeket. Még egy csoda. Piramist megépítette az arab. Hattusai. Kinek a kezében van hattusa? Senkiében, akkor tőle nem kell félni. Elég szívós egy katapult, azt kell mondjam. Itt is ír, hogy kaját ad. De miért? Buddhizmus valláson van. Aha, templomok és a szentélyek kaját adnak. Annyi kaját, amennyi a vallási pontom. És ezért ad ilyen rohadt sok kaját a Stave Church, mert az marra sok vallási pontot ad. Aha, így már kedek a történet. Azt hittem ezt lerombolták, de mégse. Mit fosztottak ki? Azt kifosztották, azt tudom. Hát meg itt igen, a Szent Negyedben a Szentét lerombolták, jó.
Nem is fel akartam kijönöm a dolgozóval. Jó. Jó, hát ez maradjon itt védekezni. Ez a nyílpuskásnak csemege. Saját határon belül gyorsan gyógyulok. Hát ez a gyenge íjászt itt hagyom, majd fölfejlesztem, ha gáz van. Ott a sok kaja. Bizony. De mire van szükségünk? Most itt az a lényeg. Kikötő. Nézzük meg azt a generálist. Hát ebbe kéne belehúzni. Jó, akkor csináljunk barakot, mivel ez a gyalogos és a távolarci egységnek a tapasztalatot. És ugye nem sokára csináljuk az őrjöngő harcosokat. Hát ez visszajön ide. És akkor terítsünk fel a flottával. Még nem állunk háborúban, tehát nyugodtan mehetünk. Viszont mi van, hogyha a görögnek itt is van városa? Szerintem nem lesz itt már. Javítsuk meg. Botrányosan rossz a termelés ebben a városban. 9 pont, az nagyon rossz. Hát kéne ide dolgozó, és akkor föl kéne javítani ezt az értéket.
Úgyhogy ide átválunk a folyón, és akkor nyílt erre felől közelítünk. A szekerek miatt. Lehet, elnézek előbb erre. Ott is ott van a háború. Az jó, ha jó, oda megyek, aztán visszajövök. Megjárom hamar szerintem. Elég gyenge a termelés, úgyhogy fűrész üzemeket kell helyezzek, ahova csak tudok. Not a provocation to war. Az alap akkor nem is kell. A zsoldot nagy mértékben tudnám ezzel csökkenteni. És a pénz az most jól jönne. És kéne sok építő. Ez kell. Azon is marad. Oh. Hogy megugrott a pénzem 12-vel. Ez tetszik. Na, soká lesz kész a kampusz. Nem baj, ebbe öljünk pontokat addig is. Jó, hát ezt befejezem, ez így adja magát, és kéne farmot csináljak. Hát ugye ide nem tudtam csinálni. De granári kell most. És ez megdobná a kutatást, ráraknám a pontot. Dobjuk meg valamit, ledolgozni lemaradást. Szóval kiválok egy fát és építek ide két farmat. Hisz az volt az eredeti terv. És talán úgy meg lesz az euréka. Itt is görög egységek tanyáznak, hát ki gondolta volna?
És a generális Didek félrehozta Bután egy felderítő társaságában. Hopp, egy kalózhajó. Ez majd lehet, hogy arcol ő minket. És még egy városállam. És lejárt az idő. Úgyhogy gyorsan nézzük meg, hogy hogy állunk. Hát tudományban azért kezdünk talpra állni. És hát... igazából nem vagyunk nagyon lemaradva. Kultúra pontban viszont behúzzuk a görögöket. Hadseregben. Mi vezetünk? Nem. Az arab. Görög elgyengült. Japcsi még nem erősödött meg. Hát ez a vallás, ez nem nagyon nőtt. Egy városra nőtt talán. Pontszámban. Hát a görögöket azt leelőztük. Civik. Hát ebben még el vagyunk maradva nagyon. Jó, ez nem játszik. Ez is maradt. És még mindig az arabok alatt uralkodik a japcsi vallás. Reméltem, hogy talpra áll valahogy. De még nem sikerült neki. Vallások hogy állnak? Sintó az erős. Hát az majd reméljük megfékezi a japcsi buddhizmust. Híres személyek. Ezt talán elvisszük. És hát fogynak szépen. Na, remélem azért tetszett a rész. Jó szórakozást. Ciao.